Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amikor a keresztre nézek, Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon. Lábai szorosan szögezve, hogy szabaddá tegyen engem. Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa. Szíve szélesen kitárva, hogy befogadjon engem. Akkor tudom, hogy szeretett Jézus engem. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki. Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. A Getsemáné kertben. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig.
Maradjatok itt, és vigyázzatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alba találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem vérasztani velem. Vérasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt, üdvözl légy, Mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél? Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtott a főpap szolgájára, s levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie. Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt és elfutottak. Jézus a nagy tanács előtt. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig. Bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta,
mi szükségünk van még tanukra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk Krisztus, kiütött meg téged. Péter pedig kint állt az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt, te is a Galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott lévőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert, és nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Jézus átadják Pilátusnak. Amikor megvéradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak a helytartónak. Júdás halála. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott. Majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak, nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vitték a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Engem így nagy szerelmet ül, így hozzád szent kegyelmet ül, vegyek előtt keresztet Pilátus előtt. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Jézus és Barabbás. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak.
Volt pedig egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon, Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: keresztre vele. Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott: az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt: üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóvával káromolták, és ezt mondták: te, akire lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben,
szabadítsa meg most, ha kedvel őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Jézus halála. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma sabattáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek ezt mondták. Hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik táborról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt a Magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Drága Jézusom, testem, lelkem királya! Sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is feszítsd meget kiáltottam a tömegbe. Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak. Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak. Sajnálom és bánom, hogy töv is voltam a koronádon. Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot. Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez. Köszönöm, hogy vétkeimet magadra vetted. Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted. Köszönöm, hogy értem meghaltál. Köszönöm, hogy kiengesztelted mennyei atyámat. Dicsőítelek a feltámadásodért. Dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz. Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre. Köszönöm, és elfogadom a megváltást. Köszönöm, és elfogadom az új szövetséget. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen.